Győr megyei jogú város önkormányzata, mint kedvezményezett, 34 millió forint visszanemtérítendő 100%-os támogatottságú, intenzitású támogatottságú pályázatot nyert el az imént is említett árok 1-3-as kódjelű területű együttműködés segítő programok kialakítása a győri járásban, mint ahogy a kivetítőn is látható című pályázatára. Sárkány Péter ismertette az új esélyteremtő program előzményeit a Városházán tartott nyitó rendezvényen. Az október végéig tartó projekt szakmai megvalósítását a Vanin Kft., a határmenti innovációs Kft.-vel végzi. A pénzügyi menedzsment feladatokat az önkormányzattal közösen az Arabona EGTC látja el. A projekt fő célja, hogy együttműködés alakuljon ki a térség önkormányzatai, gazdasági szereplői, valamint a civil szféra között, így segítve a társadalmi felzárkóztatást, az esélyegyenlőség megteremtését. A projekt arról szól, hogy járási szinten összefogja azt a 35 csatlakozó települési önkormányzatot, akik helyi szinten rendelkeznek helyi esélyegyenlőségi programokkal. Nyilván ezek a szakmai útmutatóknak megfelelően elkészült programok, programtervek, viszont a legtöbb pontjuk azok települési szinten túlmutatnak, tehát a határaikat átlépve kellene, hogy összefogják, illetve megvalósítsák azokat a fontos elképzeléseket, amelyeket önerőből nyilván saját maguk nem tudnak véghez vinni. Így például kiemelt területnek számít a női munkavállalók foglalkoztatásának javítása, a fiatal pályakezdők elhelyezkedése, valamint a képzési rendszer munkaerőpiachoz történő igazítása is. Olyan diszeminációs rendezvényeket, illetve kerekasztal beszélgetéseket fogunk tartani, ahol minden érintett a magáinak érezheti a témát, és felszólalhat, gondolatait megoszthatja, illetve minden értékes véleményt beépítünk a gyakorlatban a projekt során. Lesz egy szakmai része, ezeket kerekasztal rendezvényeken keresztül fogjuk megvalósítani, összesen 6 darab kerekasztal rendezvényt fogunk tartani. Az összegyűlt tapasztalatokat aztán az esélyteremtő programtervben használják majd fel a szakemberek. A hosszú távú cél mindenképpen az, hogy tovább javuljon a térség életminősége.